megint, amit meg akart írni, és figyelj a figyeljokat. Innen kezdem. Kicsit beszélek magamról, nem tudom, mennyire ismertek. Én nagyjából 20 éve foglalkozok járvás dolgokkal. Ebből a 20 évből az első hetet azt oktatással is foglalkoztam, aztán rájöttem, hogy az oktatásban nem lehet megélni. És egyre inkább az utolsó éveimet ilyen másodállásban, fejlesztéssel, stb. Is összekötöttem, aztán rájöttem, hogy abból sok jobban meg lehet élni, és váltottam. A tanítás az Pécsen volt, akkor költöztem Budapestre. Budapesten szerintem kb. 10 évet lehúztam, és az utóbbi 3-3,5 évben kiköltöztem úgymond vidékre, Fejér megyei Markonvásárra, és ott vettünk egy családi házat, amit elkezdtem felújítani. És nem tudom ki az, aki így valamennyire belevágott valami házszabításos dologba. Sosincs vége olyan projekt, és nem lehet befejezni, csak abba hagyni. Úgyhogy nagyjából most ez a főállásom, mellékállásban meg ilyen tanácsadó szabadúszó emberkel vagyok, mindenféle helyekre elmegyek, felepofázok mindenben. Teljesen jó, kötetlen dolog, tehát az embernek nincs igazából felelőssége, mindent meg tud köpködni, így nem jó, úgy nem jó, stb. Erre egy máshova is, minden ezt folytatja. Szóval ez egy nagyon jó dolog. És végzettségem szerint meg automatizálással kéne foglalkoznom, tehát én ilyen, hogy is volt fogalmazva, szabályozás és vezetés technikai technikus az eredeti technikusi végzettsége. Most épült rá ilyen főiskolai informatikai diploma, ami automatizálás szakon végeztem, aztán végül is nem lett belőle ilyesmi, de amikor megvettük ezt a találni házat, kitört belőlem az automatizálásos állat. Ugye nagyon divat lett ez a okos otthon, meg a stb. Dolognak. Ki foglalkozik ilyen okos otthonos dolgokkal, IoT, stb. Izé. Nagyon jó. A kezdet nekem annyi volt, hogy vettem egy ilyen négylábú valamit, és ezzel mértem hőmérsékletet, csak nem volt hova beküldenem. És akkor, mivel én előtte foglalkoztam mindenféle ilyen szerverodai dolgokkal, főleg bankomba, biztosítóba, ezt én magamnak elkezdtem összerakni, ez volt ugye kb. 3 évvel ezelőtt. És igazából ebből nőtte ki magát ez a projekt, ami itt látható, az ilyen kicsit ilyen néven neveztem el IoT Guru-nak, de most ez maradt rajta. Ez igazából annyit csinál, hogy vannak ilyen mindenféle kis eszközöcskék, és erről gyűjt adatokat egy felhős szolgáltatásként. Tehát amit szolgáltatok, az mondjuk grafikonokat tudok mutogatni, ilyen Arduino rig van hozzá, eszközkatalógus, ugye backup, hogyha lemerült a cucca, ha valakinek mondjuk akkor megy, akkor arról kap riasztást, akár mobilon, akár mindenben, akár egyéb csatornákon. Ugyanígy, hogyha az eszköz nem küld adatokat, akkor kap egy offline alertet, ez beállítható mindegyiknél. Szóval nagyjából ezek a szolgáltatások, ez bővül. Nagyjából így ez az oldal, ez egy éve néz ki, körülbelül egy ilyen, hát ilyen 3 hónapja, 4 hónapja hirdetem kicsit szélesebb körben, ott ilyen beta tesztelői körben volt inkább hirdetgetve. Nagyjából így néz ki a dolog, hogyha megtalálom az egyik kurzoromat, hogy itt vannak eszközök, az eszközök között van mindenféle cucc, tehát mondjuk meg tudom nézni azt, hogy a pincében éppen mi a helyzet, pincében az hőmérsékletet meg tudom nézni, nagyjából így áll a pince. Nincs még kész a pince, azért van ilyen magas hőmérséklet benne, mert nincs befedve még földben. Ezért meg ajtaja sincs, tehát ez később jön, azért úgy remélem beáll majd egy ilyen 5-6-7-8 fokos dologra. De nagyjából így néz ki. Meg lehet nézni olyat, hogy ez a napi volt, ez az egy hetes, egy hónapos, meg egy egész éves. Egy állami umelet pince volt. És akkor itt lehet ilyeneket mondani neki, hogy egy range alertet szeretnék, tehát szóljon akkor, hogyha mondjuk 5 és 22 fokon kívül van a hőmérséklete, ez csak ilyen tesztjára van. Lehet az eszköznek mondanom, tehát ennek az eszközöcskémnek, hogy offline alertet szeretnék, tehát hogyha a 900 másodpercen túl nem tud adatot, akkor kapjak róla értesítést, ezt óránként ismételje. Illetve meg tudok adni egy ilyen URL-t, amit meg tud hívni. Tehát, ha valaki integrálne bármivel, akkor ezt szokták használni. Szóval nagyjából ez a dolog lényege. Feltétlenül egy prezentációra. Mi integrálva
Az előadás lényege meg elvileg az lesz, ami volt is a leírásban, hogy ilyen egyszemélyes vállalkozásként nem akarom fordítani. Szóval ilyen egyszemélyes kis vállalkozásként, cégként, hogy lehet olyan rendszert összetenni, ami általában elérhető. És nem az van, hogy lefekszek aludni, összeomlik, azt reggel ott egy csomagon, és felhasználó, hogy miért nem megy. És lehetőleg jával akkor, mert én nagy rész jávához értek, meg ilyen kicsit a rendszerüzemeltetéshez, meg még kevesebbet az Androidhoz. Lehetőleg nagyon olcsón, mert nem akarok sok pénzt költeni rá. Ez a végén majd kb. Összegyűjtjük, hogy ez mennyibe kerül egyébként. Ezt mobilom ezt meg tudjátok nézni. Ez egy ilyen gyors kis demos integráció, hogy hoztam magammal egy ilyen ledcsíkot. Ez egy kicsi okos ledcsík. Az egyes ledcsíkek továbbadják az információkat a következőnek, és ha ezt mobilon megnézitek ezt az oldalt, akkor tudtok visszajelzést küldeni nekem, hogy éppen mi a helyzet. Vagy beírjátok, vagy elolvastatok a QR-kódot éppen, ki mit szeretne. Megnézzük ki a leggyorsabb, akinek bejön. Remélhetőleg az oldal működik, mert pont erről adok elő. Hát jönnek az ördög. Szóval ott lesz ilyen, egyébként harmadszor ragasztom föl, lehet, hogy megint leesik. 3M ragasztó csík van rajta, de szerintem ez is már ilyen olcsó, meg drága. Szírosat is, szírosat is. Na szóval itt lehet értékelni, meg válaszolni a kérdésekre, ha valaki szeretne ilyet. Megy ez. Ez egyébként úgy működik technológiailag, hogy a weboldal, ez a feedback weboldalon van egy ilyen URL, ahol lehet küldeni értékeket. Ez elmegy egy MQTT szerverre. Az MQTT szerver nem van csatlakozva itt egy ilyen pici gyösz, ezt már meg lehet nézni. És ez a pici gyösz pedig megkapja az MQTT szervertől, amit éppen megnyomtok, és belefussolja a legelejére a csíknak. Teljesmű. Úgyhogy ez nagyjából ennyi fog tudni. Miről lesz szó? Hát egyrészt arról, hogy mit szeretnénk, és arról építkezve, milyen hardware-ből és milyen operációs rendszerből lehet ezt összetenni, milyen adatbázist lehet hozzá használni, milyen internet lehet hozzá használni, milyen, ezekre az egészekre milyen ilyen felületet lehet rátenni, akár API-t, akár a frontendet tekintve, és hogy mit kaptunk végül is, ilyen kb. 3 éves kutatásfejlesztési projekten végén, aztán lehet kérdezni válaszolni. Közben, tehát ha valakinek van hirtelen kérdése, nyugodtan tegye föl, és megállunk arra. Na szóval mit szeretnénk? Hát ugye, legyen jó, legyen gyors, meg olcsó. És akkor az ember ezzel játszik, hogy éppen mi a fontos neki. Majdnem sikerült. Tehát nem sok hiányzik, de igen. Szóval az egyik, amit szeretnénk, az, hogy magas rendelkezésre állása legyen a cuccunknak. Tehát ugye, egyértelmű, tehát mindig legyen elérhető az, amit szeretnénk odaadni a felhasználóknak. A felhasználók egy dolgot nagyon nem szeretnek, de nem elérhető az oldal. A másik, amit nem szeretnek, mondjuk az, hogy halassuk. Tehát, hogyha sokan használják, akkor ez legyen skálázható. Illetve, ha sok helyről használják, tehát mondjuk több kontinensről, akkor megint nem szeretik azt, hogy lassunk, mert mondjuk a kontinensek között innen el akarok érni egy amerikai szervert, hát az 200 millisekundos. Csak hogy oda menjen a kérdésem, aztán 200, hogy visszajöjjön. Ha fölépítünk egy SSL csatornát, akkor ezt megcsinálja még egyszer, az már 800 millisekundum, és még be se töltődött az oldal. Hát ezért érdemes, hogyha vannak felhasználóink más kontinenseken, akkor más kontinensekre is teszünk olyan szolgáltatási pontokat, amit tudnak használni. Illetve, ami nekünk még fontos, az az, hogy a frissítéseket, amiket fejlesztéseket kiteszünk, azokat nagyon gyakran csináljuk, és tudjuk olyan szervereken csinálni, hogy kiveszünk a terhelésből, vagy lecsökkentjük a ráeső kéréseket, hogy mondjuk kevés felhasználat zaklassunk azzal, hogy valami rosszul működik. És persze olcsó legyen. Ez többször elő fog kerülni. Ugye akkor mit szeretnénk? Hát ugye legfontosabb ilyen dolog az, hogy ne kelljen nekem kézzel bármit munkolnom, hogyha valami történik. Tehát ha egy szerver megbotlik, akkor ne kelljen nekem, hogy valamit munkatnom rajta, hogy légy szívek dolgozzál már, hanem ez lehetőleg álljon helyre. Meg lehetőleg ne kell nekem kézzel beavatkoznom, hogy ha valamelyik adatközpont megdöblik, akkor átterheljek máshova, mert én egyedül vagyok, és nincs mondjuk egy 4-5 fős operátor csapat, aki ezeket ilyen nappal tudja csinálni. Szeretném kizárni azokat a pontokat, amik ugye az meghibásodásával, aminek a meghibásodásával ugye megáll az élet.
mert szeretnék jól aludni. Ennek egy olyan sztoria is van, hogy hát a hálószobában ugye látszott a eszköz listában, van egy okos eszköz, a világítást vezérli. Lehet halagos világítást vezérel. Nem találtam jó eszközt, úgy, mint hogy van egy ilyen nyomógombot használok, tehát nem kapcsolóval, hanem ilyen lépcsőházi nyomógomb is, amit megnyomod a rendedet, olyan, mint a csengő. Ha kattintok, akkor bejön a fény. Lesz egy ilyen fénydíg. Ha kattintok megint, akkor elmegy a fény. Hogyha nyomom, elengedem, akkor ott marad a fény, ahol volt. Tehát ugye ez kicsi fényerő lesz. Azért jó, ez már éjjel fölkelnek, akkor nem 30 watt LED világít az arcodban, hanem így megnyomod, elengeded, és derengéssel kimész budira. Nagyon jó. Ott is szeretem azt, hogyha megdöblik, ugye ne legyen azt, hogy próbál kapcsolni, azt megdöblött a győz, hanem van benne egy ilyen kis Watchdog nevű kis IC, ami azt nézi, hogy éle még a nagyobb IC. És ha nem él, akkor csak berúgja, azt újra indul. Na, ez volt éjjel egy órakor. Így rendszeresen. És az, hogy lássam azt, hogy újraindult, fölvillant a LED. És egy ilyen stroboszkópra érvettem. És annak van egy nagyon érdekes mellékhatása a stroboszkópnak, hogy nehéz benne közlekedni. Mert ha te mész, akkor az egy úgy gondolja, hogy minden áll körülötted a fölvillanásokig, és neki mész mindennek. Úgyhogy még eljutottam odáig, hogy bekapcsoljam az áramot, addig azért elég sok ilyen ütközést összeszedtem. Szóval fontos az, hogy ne ébredjek fel azért, mert valami baj van. Ezért az egyik pont az, hogy ilyen virtuális rajvit szervereket használok, azért, mert használhatnék ilyen felhőszolgáltatást is, de drága. Ezek viszont olcsók. Viszont ezek nem megbízhatóak. Ugye ki ismeri a VPS-eknek, vagy van neki esetleg? Jó, ezek ilyen, mit tudom én, kell neked egy ilyen, kattintasz kettőt, vett. Ha nem kell, akkor lekapcsolod. Tehát nagyjából így működnek ezek. Tehát ilyen 5-10 dolláros kis cuccok, van benne 2-4 GB memória, 1-2 CPU mag, mit tudom én, 40-60 GB SSD, meg amit még akarsz, ilyen plusz dolgok. Ehhez kapsz rendszergazdai jogosultságot, tehát nagyjából úgy néz ki, mintha lenne egy fizikai vasad, amire föltelepítesz egy jogrendszert, és ott a tiéd az egész világ. Mindenféle előnyével, hátrányával együtt. Minden nem látszik szépen. Hát én egy térkép lenne, csak valahogy itt a kontraszt nem jó. Szóval elvileg nálam most van 5 adatközpontban ilyen virtuális gép. Az egyik az Kanadában van, az ott az agyasz, csak nem látszik a térkép. Van Miami-ba, az ott van. Látszik a Miami-nak az a kis árnyék. De szerintem nála se azért, az nem látszott rendesen, a Agilis Manifestónak a hátterre valószínűleg azért volt, hogy is lehető. Van Németországban, ez a három adatközpont az, ami igazából kiszolgálja a kéréseket. Van Londonban egy ilyen backup WC, igazából ez adat backup, tehát nincs ott rögtön kiszolgálható szerver meg adatbázis, ez csak adatokat szed össze, hogyha ezt a hármat bekapcsolnák valamiért, akkor még mindig megjönnek az adatok. És van egy Münchenben is, ami szintén ez a funkciója van, illetve ott van néhány egyéb ilyen menedzsment eszköz is, amit tudok használni. És mind az 5 különböző VPN szolgáltatónál van, mert volt olyan, hogy ugye valamelyik megburdult, és ha mindegyik szervezet ott van az egynél, akkor így járnál. Tehát ez az 5 adatközpontnak a gépe, így ezek különböző szolgáltatóknál vannak. Itt a jobban egy kicsit a pöttyöt. Ugye miért akarunk 5 darab adatközpontot, de legalábbis 3-at? Azért, mert mindenhonnan használják a szolgáltatást. Ez is Európa, ez is ilyen Amerika, és ez is ilyen valamilyen, ez a dél-amerikai kontinens lenne, ha látszom a szépen. Ugye egy szerver nem szerver, két szerver szintén nem szerver, tehát valahogy kicsit több szervernek kell legyen ahhoz, hogy túléljük a válságos időket. Illetve ugye, amit mondtam már, hogy van hálózati ilyen leg a kontinensek között, ami fizikából adódik, akár műholdon, akár távára meg a cucc, illetve ugye az átlétek miatt. Illetve, ami nagyon fontos, hogy az adatok azok fontosak, tehát minden adatot azt replikálunk sok felé, hogy meglegyen. Mert majd kicsit később beszélhetünk, hogy ez hogy jön össze. Meg azt, hogy mik ezek a dolgok. Kasszandrát ismeri valaki? Igen. Wi-Fi. Ezek mind ilyen jávás technológiák. A Kasszandra adatbázis, a Wi-Fi az a
Java containers, illetve van felettük HTTP szerver, amelyik kicsit a terhelésleosztást végzi, kicsit pedig ilyen kicsit tűzfal szerepet lát el, mert különösen van az operációs rendszer, ami szintén tűzfal szerepet lát el. Mindegyik szerver az ugyanaz a konfigja van nagyjából, amennyire ez lehetséges a különböző szolgáltatóknál megmondani, de azért jó, mert akkor nincsenek nagy különbségek a gépeink között. Tehát nagyjából ez a két virtuális CPU, 4 GB memória, 40 GB SSD, 20 TB havi adatforgalom, és mindegyikhez lehet hozzácsatolni plusz adat köteteket, ha szükséged van rá. Ez egyébként 4,8 dollár havonta. Tehát ilyen költségeket kell gondolni. Ugye, hogyha mi szeretnénk hardware-t meg operációs rendszert azért felügyelni, meg menedzselni, ahhoz azért kellenek olyan skillek, olyan eszközök, amivel ezt jól meg tudjuk tenni. Az egyik ilyen, amiről itt is az előző előadásnál szó volt, a DevOps szemlélet, tehát most már a SecDevOps szemlélet, tehát egy kicsit a security be van vonva. Egyrészt az, hogy mindent automatizáljunk, tehát amit lehet, az mind automatikusan történjen. Mérjünk, amit lehet. Nem mindent, de amilyen alap operációs rendszer metrikák, azt mérjünk. És úgy teszteljünk kívülről a szolgáltatásokat, hogy az teljes mértékben jönnöm leszalad. Remélhetek, megírja. Szóval teszteljünk olyan funkciókat, amik az egész rendszerünk egészségi állapotát visszaadja. Tehát ha mondjuk mi lekérdezünk egy usert, azzal már ugye megnézzük, hogy működik a hardware, az adatbázis, valamivel, az API, a hálózat, az off-rendszer, stb. Tehát vagy ha írunk is az adatbázisba, akkor azt is látjuk, hogy nem cache-ből szolgál ki, hanem ténylegesen megtörtént ez a folyamat. És ezt nézhetjük, hogy az mennyi idő. És ilyenkor, hogyha szerzünk ilyen méréseket, akkor erre tudunk ilyen beavatkozásokat rátenni, hogyha szeretnénk. És a leglényegesebb, amit sokan elfelejtenek, hogy használjuk a rendszer saját magunk is. Tehát a legjobb tesztelő saját magunk vagyunk, ami nekünk kényelmetlen, az másoknak is. Ami pedig, fordítva nem igaz. Tehát ami nekünk kényelmes, lehet, hogy másoknak kényelmetlen, tehát hallgassunk azért a felhasználóinkra. Tehát nagyon gyakran kell őket megkérdezni arról, hogy minden oké, vagy mit szeretnétek, vagy mit tudom én. De nagyon lehetősek egyébként, hogyha valami feature-ökről van szó, és ők be vannak vonva abban, hogy kapnak egy új feature-t, és akkor letesztelhetik személyesen, tehát ők ezt nagyon szokták szeretni. Ugye miről szól a DevOps? Gyakorlatilag arról, ami mondjuk egy személyben nem nehéz, hogy te fejlesztesz, te tesztelsz, és te működteted. Hogyha már több csapat van, és egy csapatban több ember, akkor ez a DevOps egy kicsit ilyen komplexebb dolog lesz, de nagyjából erre kell készülni, hogy nagy részt bele kell vonódnod. Hogyha mondjuk nem egyedül csinálod, akkor az általában úgy szokott kinézni, hogy összezárják az embereket egy szobába, és nem az van, hogy amikor a fejlesztés megcsinálta egy feature pénteken este, hogy így odaadja az üzemetet, és így elmegy, azok meg szívjanak vele, hanem ott meg kell csinálni, és ha jön a vattafát, akkor jön, és akkor meg kell csinálni. Tehát ennek az a lényege, hogy össze van az zárva az emberek, és látják egymás problémáit. Tehát így tanácsadóként volt olyan hely, ahol egy bank, ahol a legnagyobb hozzáadott értékem az volt, hogy leültek emberek egy tárgyalóba az üzemeltetésről, a fejlesztésről, meg a menedzsmentről, és beszéltek egymással. És ez nekik egy újdonság volt. Olyan volt, hogy volt egy ilyen kártyarendszer, aminek a badge-e, volt egy badge futás, hogy az előző napi tranzakciókat feldolgozzák, és ez elkezdett 24 órán túlnyúlni. Ami ezen nem jó, hogyha napi badge-ről van szó. És egyszer csak ez ilyen 14 óra lett. És szerencsétlen fejlesztők, meg az üzemet, nem az üzemeltetők, a teszt, nem tudom, management, egy két napig keresték, hogy melyik taszt nem futott le, amíg az üzemeltetésen megmondták, ja, kicseréltünk SSD-re az HDD-t. Szóval csapatként azért ez egy fontos aspektus, hogy tényleg DevOps-ként gondolkodjunk, egyedül ez egyértelmű, hogy valamit nem szivatom feleslegesen. És automatizáljuk mindent, amit lehet. És vannak ilyen kis apró trükkök. Az egyik, amit szeretek, hogy mindent indítsunk újra minden nap. Mert bármi leállhat, bármi probléma lehet, ezt nem azért csináljuk, hogy mert így jobb lesz, mert mondjuk nem fogy el a memória, vagy valami nem telik be, hanem túl kell érni a rendszernek azt, hogy egyes komponensek újraindulnak. Tehát úgy kell szolgáltatnod, hogy ettől nem állhat le semmi, hogy ez az leáll néha.
És ezt tett bele, hogy naponta többször is véletlen időszakokban újraindítasz valamit. Nem tudod, hogy mikor van, de nem lehet belőle olyan hiba, amit a felhasználók észrevesznek. Hogyha van, akkor meg kell javítanod. A másik az, hogy néhány nódot telepíts újra. Minden héten. Tehát fogj egy kasszonyra nódot, zúzd le, telepíts fel újra. Legyen benne gyakorlatod, hogy ha ilyet kell csinálni, akkor hogy kell. Nem az van, hogy megcsináltad a rendszert mondjuk másfél évvel ezelőtt, most kéne egy új nódot felújni, és akkor arra a fejedet, hogy is csináltam mindent másfél évvel. Hanem múlt héten csináltad utoljára. Tehát még emlékszel rá. és minden hónapban frissíts valamit. Nem mindent, egy dolgot. Mert ha két dolgot frissítesz, akkor nem tudod, hogy mikor rossz. Ha rossz. Tehát mindig csak egyszerre egy dologhoz nyúl hozzá, de azt rendszeresen frissíts, és ne hagyjad arra, hogy majd frissítem, nem tudom mikor. Én most halogattam egy ilyet kb. Két évig. Nagyon fájdalmas volt. És ez egy fontos mondás, hogyha félsz tőle, akkor csinálj gyakrabban. Tehát ha valamitől félsz, hogy hú, nem lesz ebből baj, ha ezt csinálom, akkor csináljad. Mert ha nem csinál, attól félsz, hogy ebből baj lesz, akkor tudja, baj lesz. Csak olyankor lesz baj, amikor érkezik, akkor felébredsz, és fogalmad sincs, hogy mit kell csinálnod a helyzetben. Illetve, hogy ha gyakran csinálod, akkor automatizál. És ez igazából körbeér. És ilyenkor azokat a dolgokat fogod automatizálni, amik a rendszeredet életben tartják, és működésben tartják, és ennek mindenki örül. Mérjél oprendszer metrikákat, én az Abbix-ot használom, látszik, hogy 15-ös dátumok vannak ezen a screenshoton. Itt éppen akkor volt egy kis probléma némelyik szerveremmel. Ugye ez nem feltétlenül arra való, hogy az éjjel fölriasszon téged, csak lássad azt, hogy baj volt. Tehát ha reggel fölkelsz, akkor nézd meg, hogy most az Abbix-ban mit mondott. És akkor látod, hogy éjjel volt egy kis szakadás, de hát igazából senkit nem érdekelt, mert átvette a szolgáltatást egy másik szerveren, egy másik PC-ben. A másik az, hogy mérjél ilyen funkciókat, tehát én mondjuk mérem azt, hogy az egyes feszélyhívások mennyi idő alatt szolgálódnak ki. Úgy is, hogy mennyi a minimum, tehát itt van az, hogy minimum mennyi az zöld, van egy olyan, hogy mennyi az átlag, és van egy ilyen megjelenik. Hogy a kérdések 50%-át azért kiszolgál a 20 millisekundum alatt. És ez jó, és ezt érdemes lejjebb vinni. Ezek a csúcsok egyébként azért vannak, mert ott újraindult egy szerver. És amíg újraindul, addig az első idő, mint az első fél perc, amíg fölépülnek a cache-eknek, stb. Pedig lassabb. Hát ez egy mellékhatás, ez így működik. Ez látszik annyira jó, de legyen ilyen külső metrikád többféle dologról, tehát itt mérem a többféle API-hívást, fórum, website, stb. És ennek nézem a rendelkezés állását, és erről ez se riaszt alapvetően, mert ha már riasztak, nagyon nagy baj van. Ez csak arra való, hogy lássam azt, hogy mi a helyzet, hogy nézett ki a tegnapinak a múlt hét. És ugye, amit mondtam, hogy használd a rendszert magad, nekem van 20-valány eszközöm, 100-valány metrikám, tehát általában észreveszem, ha nem működik. Mások is, de én is észreveszem, és ez egy hasznos dolog. Adatbázis. Ugye ez van a hardware fölött a következő rétegünk, az adatokat tároljuk. Én Cassandra-t választottam erre a célra, ez egy NoSQL adatbázis, aminek van egy érdekes történet, ez másnapra tartozik. Ők alapvetően úgy építették fel az adatbázist, hogy lehetnek benne inkonzisztenciák, de nagyon jó a rendelkezési állásra, nagyon jó a skálázható és nagyon gyors. Ez nagyon bullshit róla, amit ők írtak magukra. Tehát az, hogy így tényleg ilyen skálázható, elosztott, mindenki is tud, kivéve mondjuk az ACI transzakciókból a cég. Tehát nem, ez is olyan, hogy választani lehet abból, hogy neked az adat integritásod a fontos, vagy a sebesség, vagy az, hogy elosztott legyen. Tehát mindent egyszerűen nem nehéz. Ebben mondjuk az sérül általában, hogy az adat integritásod ugyanaz. Tehát ha visszaolvasol valamit, lehet, hogy kicsit később más lapsz. Mert visszajött egy olyan mód, ami tudta az újabb adatokat. A legfontosabb része az, hogy igazából nincs benne olyan, nincs master. Tehát a Cassandra-ban nincs olyan, hogy ő a master, és akkor majd, ha ő megdöglik, akkor mindenki megdöglött, és amíg ők választanak egy új mastert, addig csend van. A Mongo az ilyen mondjuk. És támogat több adatközpontot, úgyis támogatja ezeket szervezésileg, hogy van az adatközpont, a REC,
ami mondjuk ugye egymás mellett van, és üvegkábellel van gyorsan összekötve, és van maga a kasszandra adót. Tehát tudom visszegezni az adatomat, hogy egy adatbázis adatközpontban is több regbe teszem a adatbázisomat, és ők saját rekken belül szinkronizálnak egymással leginkább adatokat. Illetve az, hogy teljesen ilyen zero administration, tehát nagyon se lehet verni gyakorlatilag. Tehát ilyen, jó, vannak néha botlásai, de alapvetően ilyen véres oldal is simán talál és dolgozik tovább. Tehát így tényleg olyan, hogy az ember elfelejti, hogy van. Nagyjából hogy működik? Ugye van mondjuk itt egy ilyen 12 módból álló Cassandra klaszterem, hármas replikációs szinten van, azt jelenti, hogy minden adat az három nód valamelyikén van. Ez az ábra azt mutatja meg, hogy ilyen csatlakozik egy koordinátor nódhoz, ez mindig véletlenszerűen történik, kiválaszt egyet. Ha az nem működik, akkor választ egy másikat, tehát itt is van egy ilyen automatikus félomra. A koordinátor nód megkérdezi az összes, megnézi a saját kis adatbázisában, hogy ez az adat token szerint hol kell, hogy legyen, és megkérdezi azokat a nódokat, ahol lennie kell. Az R1, az R2-t és az R3-at. Ezek válaszolnak, és amit látszik az, hogy az 1-es és a 3-asnak van legfrissebb adata, illetve R3-nak, a 3-as számú nódnak, az 2-es replikának régi adata van, mert mondjuk le volt szakadva az adat a hálózatra, amikor megkapta volna az adatokat. Ezért ő egy régi adatokat vissza. És a replikátor nód szól neki, hogy figyelj, itt az új. És így javul automatikusan. Tehát amelyik nód kiesett, a lekérdezés során megkapja a friss adatokat, és igazából szavazás alapján döntenek, hogy kinek van igaza. Mondjuk, ha ilyen 7-es, 9-es replikáció szinted van, akkor azt jelenti, hogy többségi szavazásnál, ha már 5 nód ugyanazt mondja, akkor az igaz. És általában nem szokott az lenni, hogy 5-en tudják rosszul. Mert ha 5-en rosszul tudják, akkor általában nem ugyanúgy tudják rosszul, hanem másképp. És abból is kiderül, hogy ha nem ugyanúgy tudják rosszul, akkor ők biztos rosszak. Szóval ennek van egy ilyen jó kis tulajdonsága, hogy nagyon szépen tud saját maga javulni, és igazából bármikor bármit újraindíthatsz, lekapcsolhatsz, nem érdekli. Tehát mondjuk a 3-as nód köhög, nem az, hogy javítgatod. Egyre csak akkor megtesz egy másikat, és ezek megoldják az adott replikációt. Tehát semmi dolgok nincs vele. Megmondod, hogy te mostantól te vagy a 3-as, és ő megkapja az összes adatot, ami neki szükséges. Addig ugye a másik kettő szépen végig kiszolgál, és amikor kérdezünk, akkor a 10-es visszajön neki, hogy ez az adat, legközelebb ezt ad vissza. Hát ez egy ilyen teljesen jól működő technológia. Adatmennyiségileg nódonként ilyen kb. 1 terabájtot határoznak meg. 3 és 5 közötti is lehet, de az inkább akkor van, hogyha keveset olvasol, és inkább írod, és néha olvasol sokat. Jellemző rá egyébként, hogy 30 gigabájt alatti szabad helynél nyöszög, hogy el fog fogyni. Tehát tényleg ez ilyen nagy mennyiség adatra van kitalálva. Úgyhogy sokan nagyjából így néz ki egy friss DC3-as 4 nódos ilyen státusz. Tehát azt látom, hogy mindegyik up és normál, tehát a státuszuk rendben van, ennyi adat van rajtuk, stb. Kérdés a Cassandrával kapcsolatban? Tényleg jó ezt, az érdemes használni. Gyakorlásom. Akkor az adatbázis fölött van egy ilyen Wi-Fi. Köszönjük szépen. Ez is maguktól ezt mondják, hogy nagyon jó. Van benne igazság, de az ennek is vannak kicsi hibái, de egyébként így jól működik. A legnagyobb probléma vele az, hogy a némelyik másik open source terméktől eltekintve, ez a normál esetben úgy szoktak ezek működni, hogy open source-ba lapátolják azt, ami már az Enterprise-ból kifáradt. Tehát kipróbálnak mindent Enterprise-ba, és amikor már mindenki használja, és már sokan tudják azt, akkor adják community-be is, hogy tessék, itt van clusterezhetsz. A Wi-Fi-en ezt úgy csinálják, hogy minden újdonságot belelapátolnak az open source-ba, és ha bevált, akkor még az Enterprise-ba. Tehát elég instabil néha. Ha 18.0.0-t használod, akkor lehet, hogy lennek bajok, ha 18.0.1-et, akkor az már jó. Tehát én általában 0.1-re szoktam frissíteni, mert 0.0-ra csak szintén lehet. Tehát abban belelapátolnak a csomó újdonságot, és nem mindig jó. Ugye ez egy Java Enterprise konténer, nagyon gyors, tényleg gyors. A benne lévő Undertow az mindig a topon van a benchmarkokban, tehát tényleg nagyon gyorsan tud dolgozni.
nagyon gyorsan elindult, tehát nem egy olyan Java Enterprise Container, mint mondjuk egy IBM-es Redsphere, ami elindítod, és akkor így megint nem indult, nem megyünk kávézni. Visszaveszik, megint nem indult. Tehát ez olyan, hogy kb. Ilyen, ha üres, akkor azt hiszem olyan kb. Két másodperc alatt működik. Tehát ha van néhány alkalmazás, akkor az alkalmazás inicializástól függően lehet ezt a videót. Nagyon jó webes felülete van, és nagyon jó parancsolós felülete van, mind a kettő nagyon jó használható. Tényleg minden friss dolog benne van, csak néha ez a hátránya. És moduláris egyébként, tehát nagyon jól tud kibe kapcsolgatni a funkciókat. Én alapvetően azért szeretem, mert ha kikapcsolsz mindent és marad a webprofile, akkor nagyon gyors tudja a webet. Tudsz benne bármit deployolni, aminek kell a web, de ez van egy inverse, a Spring Boothoz hasonlóan képes elindulni egy darab jarral. Tehát ezt is tudja, viszont ha neked szükséged van mondjuk Stateful Clusterra, akkor bekapcsolod is van. Tehát ezért szeretem, mert általában nagyon jó, hogy stateless dolgokon nagyon jól működik minden, és akkor jön a management, hogy figyelj, kéne egy ilyen, és akkor kapod a fejedet, hogy hát ezt nem tudja. Ennél meg azt mondod, hogy ja, jó, és bekapcsolod azt, hogy akkor legyen ilyen clusterezett IMS-ed mondjuk. Ugye nekem van három klaszterem belőle, a DC1, DC2, DC3, nagyon fantáziantús elnevezés. Erről is van egy jó cikk egyébként, hogy a szerverek elnevezési metódusa azért visszatükrözi azt, hogy hogy bánsz vele. Tehát aminek nevet adsz, az dédelgeted. Aminek számot adsz, az a munkaeszköz. Meghalt, kicserélem, megdöglök. Tehát aminek neve van, azt így, jaj, megdöglött szegény, most akkor megjavítjuk. Kicsit frissítgetjük, stb. Nincs frissítés, tehát nem az, hogy frissítem az oprendszert, aztán csapom, és egy új instance jön, teljesen bújjára telepítve. Ezt meg mondom, hogy miért jó. Gyakorlatilag websocketet és restet használok benne, és általában stateless cuccaim vannak, de van néhány stateful cucc is, ami miatt ez hasznos. A cluster, ahogy összeáll, ez alapból UDP-n kommunikál, UDP-TCP megvan, hogy jó. Ugye alapból UDP-n kommunikál, de mivel a kontinensek között az UDP nem igen szokott átmenni, ezért TCP-re érdemes áttenni. Ugye mindent érdemes TLS védelemmel ellátni, ugyanis publikus IP-ken beszélgetek egymásnak, nyilván tűz van mögött, tehát nagyjából így néz ki egy ilyen failover résznek, van egy kliensünk, a kliens dönti el, hogy a szervert meghívja, a szervert nem válaszol, akkor választ egy másik nódot, szervert magának. Tehát ez is olyan, hogy ha megdöglik egy nódom, akkor megdöglött. Újra fog indulni. Vagy nem. De addig, ha van 6, egy megdöglik, 5 még mindig jól működik. Ha még egy megdöglik, akkor még mindig van. Tehát hogyha mindig megdöglik, az már a szívás, de hát reggel is csak nem döglik meg mind. És a legfontosabb, leginkább problémásabb dolog az, hogy ha van egy REST API-d, akkor hogyan tudod megoldani azt, hogy a kliensek elérjék mindig azt a szervert, amelyik megy. Ugye többféle megoldás van, van a kliens és a szerver oldali megoldás. Ugye itt vannak a gépeink, nagyon jó, mert egy ilyen jó kis szürke, mert nyilak vannak, csak nem látszik a kontraszt, itt van egy szürke nyíl, itt is egy szürke nyíl, meg itt is egy szürke nyíl. Hát van egy load balancerem a két webszerverem előtt, és ha mind a két webszerver és a load balancer is megy, akkor mindenki örül, a kliens látja a weboldalt. Vagy akkor van, ha ez itt megdöblik. Ha ez megdöblött, akkor ugye a load balancer az tudja, hogy megdöblött, és erre felirányít minden kérést. Ha a load balancer megdöblik, akkor az meg következő probléma lesz. Van az, amikor a kliens dönti el, hogy mit szeretne, ugye itt van itten, ami ide, meg ide. Van két webszerverem. Az egyik webszerver megdöglik, akkor ugye a kliens tudna csatlakozni a másikra. Egyébként ez körülbelül, ugye, szerintem, ha jól emlék, 8 éve működik a böngészőkben. Tehát ha van egy domain neved, aminek van több IP címe, és valamelyik IP cím nem válaszol, akkor a böngészőben nem látod, hogy ez hibára fut. A böngésző próbál csatlakozni, nem sikerül, következő IP csatlakozott, mindenki örül. Tehát gyakorlatilag a kliens oldalon egy nagy része megmarad a load balancingnak. Akár JavaScript-ből hívsz REST hívásokat, ott is ez működik. Tehát ha valamelyik szervered nem elérhető, erről általában nem tudnak a felhasználók, mert a böngésző ezt megoldja.
Ez egy nagyon érdekes információ. Csak hogy, amikor van egy ilyen kis eszközök, mint az, az egy, hát azt hiszem 1,8 dollárba kerül, van benne webserver, meg ilyenek, az nem tudja ezt a dolgot. Tehát vagy ott megcsinálod, hogy ha nem sikerül, akkor próbálkozol újra, vagy pedig megoldod valahogy, úgyhogy több load balancer teszel be. Ugyanis, hogyha itt csatlakozik a kliens ehhez vagy ehhez, a load balancerek meg ugye tudják, hogy melyik webserver döblött meg, ők azt oda nem fognak továbbítani kéréseket. Ha meg a load balancer megdöblik, na, akkor megint szívás van. Tehát nem vagyunk sokkal előrébb, csak egy picit. Gyakorlatilag a Wi-Fi 5 van egy ilyen proxy, apacsos, apacsnak van egy mod proxy pluginja, ez nagyon jól működik. Tehát ha én felsorolom mögötte a Wi-Fi-okat, akkor ez a mod proxy képes észrevenni, hogy nem válaszol, nem válaszol, nem adok neki több kérést. És néha próbálkozik, hogy nem tudom magához, értek. Tehát amikor újraindítasz egy Wi-Fi nódot, akkor igazából a mod proxy megoldja, hogy nem fogsz rá kérést kapni addig, amíg nem megy. Tehát ez a része tökéletesen működik. Az is tökéletesen működik, hogy tudsz súlyozni, tehát ha DC1-ben fut neked ez a mod proxy, felsorod neki az összes többi Wi-Fi-et is, mind a hatot mondjuk, más-más súlyozással. És ha jön a kérés, akkor megnézni, melyik a legnagyobb súlyozású. A DC1, akkor oda küldött kérést. Ha DC-ben megdöglik egy Wi-Fi, akkor még mindig van még egy oda küld kérés, az is megdöglik. Akkor azt mondja, hogy hát ebben a DC-ben ezekkel a legnagyobb súlyozásokkal nem érhető el Wi-Fi, ezért áthívok egy másik kontinensre. És minden megy tovább. Na, ami viszont nagyon-nagyon-nagyon hasznos, az, hogy, és ajánlom mindenkinek, az Amazonnak van egy ilyen DNS szervere, ismerje valaki ezt a, vagy használja el. Ha használod a health trackeket is, vagy? Nem, csak hogy ismered. Ez olyanokat tud, hogy monitorozza neked a gépeidet. Itt látszik, hogy ezek most nagyon jó státuszban vannak. Itt látszik, hogy és a DNS hívásnál megmondott, hogy olyan neved, erre a névre olyan IP-t adjon vissza, ami él. És ha az az IP cím megdöglött, mert rajta a szolgáltatásod megdöglött, akkor nem adja vissza, mint feloldott név, és ezt percenként megcsinálja. Tehát egy perc alatt át tud állni egy ilyen, ez automatikus failover, így igen. Azt nem mondtad, hogy pont egy specifikus, tehát ja, és persze, igen, az lehet volna a következő, igen, hogy egyébként tudja a geol load balancingot is, tehát ha Amerikában nézi meg valaki, ott akarja feladani a nevet, akkor ott a DC1-et adom vissza. A Kanadában, vagy igen, tehát megfelelő kontinensen a megfelelő DC-t adom vissza, de ha ugye a health check miatt az a DC éppen nem működik, akkor azért simán átrútolja az Amazon egy olyan kontinensre, ahol működik. És ez 4,8 dollár havonta. Ahhoz, hogy egész hónapban jól aludjak, ahhoz nem egy nagy pénz. Ugye mennyibe kerül ez a dolog? Hát a 4 Cassandra Node az 20 euró. Brutto. 2 Wi-Fi az 10 euró. Tehát egy-egy DC az körülbelül 10 ezer forintba kerül havonta nekem. A 3 DC az 90 euró. Van 2 backup, ami 15-15. Ezeken ugye nincs teljes replika, vagy nincs teljes szolgáltatási kör, csak az adatbázisnak a replikája, meg menedzsment eszközök, az updates, és a többi. Meg a kb. 5 euró az Amazonnak a szolgáltatása. Tehát így kb. Ez a 45-50 ezer forint havonta, amiben nekem ez kerül ez a rendszer. És ugye az van, hogy tényleg a rendelkezés állása az elég nagy. Hát nem tudok azért, mit tudom én, 4-9-eset. De azért ahhoz, amire nekem szükségem van, arra elég nagy a rendelkezésre állása, és tényleg hibatűrő, és megdöglítja magát. Tehát, hogyha nem megdöglik egy Wi-Fi, nem reagál a helyi csekkekre, akkor kill, azt újraindul. Ha akkor se, akkor megint kill, megint újraindul. És mivel ugye ki van zárva a szolgáltatásból, amíg nem megy, ezért több mint egy hányszor indul újra, hogyha reggelig újraindul, akkor reggel megnézem, hogy mi van neki, de igazából nem vesznek ebből észre semmit a felhasználók. Ugye az van, hogy attól függően, hogy hol használják a szolgáltatást, ahhoz attól függően lesz odarútolva a kérés az adott szerverhez. 11 másolat van minden egyes adattól, és ezek különböző szolgáltatóknál, különböző szolgáltatóknál. Tehát
eléggé nagy valószínűsége van annak, hogy ezek az adatok nem fognak elveszni. Ha bármelyik DC megdöglik, a más többi DC-ből replikálódnak az adatok újra, hogyha felhúzom. És ezzel így nagyjából tudok ilyen 2500-3000 requestet másodpercenként kiszolgálni. Tehát alapvetően nem rossz teljesítménye van. És mit használok? A Linuxot. Azon belül is a Red Hatnek az Open Source CentOS részét. Most a 8-as állok át. Van a Puppet. Puppetet ismeri-e valaki? Jó. Ez egy olyan eszköz, amivel konfiguráció menedzsmentet tudsz megoldani, illetve rendszergazdai segítséget ad. Tehát itt definiálok a Puppeten olyat mondjuk, hogy mindegyik szerveren legyen mondjuk a Snap a memóriának a fele. És ezt ő megcsinálja mindegyik szerveren. Vagy legyen ott egy Wi-Fi. És akkor ott van azon szerveren Wi-Fi, amelyik én ezt bekonfigurálom. És ha újra akarok húzni egy nódot, akkor azt mondom, hogy nód. Megkapcsol VPS-en két kattintás új nód, elnevezem így, felrakom rá, hogy itt a Puppet kliens, csinálom. És nekem nem kell hozzányúlnom, kb. Egy 5 perc alatt ott van egy teljes funkcionálisan működő új nódom. Amivel én semmit nem csináltam, azon kívül, hogy új VPS-t hoztam létre, és megmondtam a Puppet kliensnek, hogy ott a szerveren lesz. Hát ez nagyon hasznos eszköz arra, hogy ne szenvedj mondjuk órákig azzal, hogy új módot hozzá létre. Lásd a valamelyik középső dolog, hogy hetente telepítesz valamit, akkor ezt utálni fogod, hogy telepítened kell, ezért automatizálod. És erre a Puppet például nagyon jó. Van egy csomó egyéb ilyen eszköz, tehát a Ansible, meg egyéb ilyen dolgok. Én ezzel kezdtem el, igazából mindegy melyiket használod. Ezek arra jók, hogy ne legyen sok munkát. 8-as vagy 11-es Java, attól függően, hogy éppen miben így támogatja. Cassandra-ból a 3.11-es, Python-ból a 18.01-es. És van egy kakukkajás, van egy ilyen NQTT szerver, ami ezt a tucat is összeköti a felhasználókkal. Ez önmagban van írva. Nem találtam jó Java-s NQTT szervert. Ez van. Feladtam az elveimet, de hát van ez így. Van a mondás az elvekre, ugyanúgy olyan, mint aki az ember tartja magát, amit tudja. És van Android kliensem az 5.0 fölfelé, meg van egy csomó ilyen kis IoT eszköz, ami itt is van, úgyhogy nagyjából ebből áll a dolog. Azt ennyire gondoltam, lehet kérdezni, hogyha már úgy gondolja, hogy valami lemaradt, vagy nem tiszta. Csak egy slide, másodpercre vissza. Melyiket? Hát csak az előtt. Technológia. Ja, hogyne. De egyébként ez elérhető online. Az egész. Tehát, hogyha fogod a weboldalt és a IoT Google.cloud, letekerjesz az aljára, akkor nem menjél ez ilyen... Letekerjesz az aljára. Sokszor megvan, hogy sokat kell tekerni. Akkor itt van egy prezentáció, és mondjuk az már itt van. Akkor ez mindig lesz. Nem akarok fordítani. Na, megvan. És akkor visszamegyek oda, jó? Változó. Most nagyjából ilyen percenként ilyen 120 eszköz küld az adatot. Hát van a kemény mag, ugye hát kb. Egy éve használják az egy ilyen 40-50 felhasználó, és most keresek lehetőségek arra, hogy érdemes marketingelni. Hát eddig nem mertem azért sok embert ráveszteni, most ilyen 3 hónapja gondolom úgy, hogy erre most már azért rám érdemes érni felhasználókat. Philips okos csodaizók esetét hallottad? Igen. Erre szokták mondani, az IoT-ban az S a security. Nem, hogy az S3 szolgáltatás, mire loggoltak, az betolt. És én nekik, a Philips úgy gondolta, hogy a te általad megvett valami drága színes ízóban fontosabb az, hogy ő elmentse, hogy te mikor, honnan, milyen színről, mire állítottad, mint az, hogy konkrétan kiküldje az ízóra a szint. Ezért mindenki valami boldog volt, és nagyon örülök a Philipsnek. Van ez így.
igen. Nem volt egy exception-zés megállapotás. Hát igen. Igen, általában szoktam mondani, hogy ez az IoT-s dolog ez olyan, mint annó a Ford korában az autózás. Tehát, hogy minden máshol van, mint amit most megszokott, és igazából, hogyha ráállsz valamilyen technológiára, semmi garancia nincs arra, hogy mondjuk 3 év múlva még létezik. Vagy elérhető, vagy működik, vagy kapsz frissítést, vagy stb. Ezzel az egész igazából nem azoknak van célozva, akik ilyen laikus felhasználók, hanem ez a barkács embereknek, akik szeretnének összetenni maguk ilyen forrasztópákával ezt azt azt, és keresnek hozzá olyan szolgáltatást, ami igazából olcsón tudnak gyűjteni. És nem kizárólagos a használata. Tehát igazából nem követelem meg azt, hogy csak ezt használják az eszközükhöz, mint annyi a mások, hanem ezt is használhatják, hogyha jól tett. De tudnak offline is használni magukat beállítani szeretnének. Egyik kérdés még. Hol volt a járva? Hol volt a járva? Ott van a jégéke. Szóval annyira nem volt, nem programozás volt inkább, hanem ilyen rendszerben, vagy rendszerüzemeltetői fejlesztői szemszögből tudtuk meg ezt a dolgot. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy az IoT devices-nál, hogy milyen eszközökről van itt szó konkrétan, tehát hogy ez arról nem szóval. Igazából bármi, ami REST interfészen meg tud hívni egy valamit. Tehát hogyha itt megint akkor ide visszaszerűek, lemegyek az aljára. Hát gyakorlatilag itt van egy ilyen kis adatbeírás. És itt mondjuk, ha így néz ki egy beküldés, adatbeküldés. Tehát itt meghív egy gyakorlatilag egy darab ilyen URL-t, get paraméterekkel, és neki lesz egy pontja a grafikonon. Hát ez bármiben működik, ami képes HTTP hívást eszközölni. És nincs igazából gyári integráció, ez tényleg ez a barkács embereknek való, aki megrendeli Kínából ezt a kis RS 0266-ot $1.8, valamire főprogramozza, rájött egy hőmérőt és örül. Tehát nagyjából ezeknek való. És ugye az ingyenes blokkom az 30 nap, tehát 30 napig őrzök adatokat, hogyha neki kell egy év, akkor az $1 havonta. Termező. Hát igazából nem egy nagy költség, szoktak fizetni ennyit. Hát a többi helyen ott olyanok vannak, hogy ilyen, mint ami $50 havonta. És $50 havonta nem nagyon fizetnek ilyen emberek, tehát az már egy más kategória. Úgyhogy igazából bármivel lehet integrálni, úgyhogy azt megadják. Megint nem járás kérdés volt. Aztán lehet, hogy nincs több kérdés. Hát ha nincs több kérdés, igen, akkor köszönjük szépen Gábor segítségére. Egy face-to-face szeretne Gábortól kérdezni, akkor ezt már teheti. És én abszolút arra biztatlak benneteket, hogy maradjatok, még beszélgessetek. Mielőtt elmentek, van egy visszajelző kérdőjünk, azt töltsétek ki. Azt adják is majd a kolléganők körbe, ez egy pár perces, úgyhogy annyi remélem még belefér. És akkor a következő eseményünk pedig március 10-én lesz, ahol ilyen architekturális tervezésről lesz már szó. A weboldalon egyébként megtaláltak ezzel kapcsolatban minden infót, illetve ha már regisztráltatok egy eseményre, akkor úgyis fogtok hírlevelet kapni, hogy milyen egyéb eseményeink várhatóak még ugye tavasszal. És hát akkor köszönjük szépen!